következzék megint egy hölgy. Jön egy abbaslágerrel. Egy abbaslágerrel. Ruzsa Magdolna! Attól lesz egy sláger örökzöld, főbemászó a dallama, sokat mondó a szövege. Ugyanakkor szerintem valamilyen szinten talán fontos az is, hogy könnyen megjegyezhető szövege legyen. The Winner Takes It All, a dal címe. Nekem rögtön ez a dal jutott eszembe, mert hogy ez a nővérem egyik kedvenc dal, és mi soha nem szoktuk egymás dalát énekelni, ez egy ilyen megbeszélt dolog, de most kölcsön kaptam tőle. Ez a dal nekem tényleg nagyon fontos. Hogyha a szövegét veszük figyelembe, akkor nagyon-nagyon sok mindent elmond rólam. Sokszor úgy érzem egyes mondatoknál, mint hogyha rólam is szól. Gyönyörű szép dal, ezt meg kell hallgatni. A színpadon Ruzsa Magdolna! Kezedet, arra gondoltam, hogy te tényleg olyan szép, tiszta és erős vagy, mint azok a nők, akiket szoborként a hajók orrára tettek, és így mentek világokon keresztül velük, így váááá! Mert fantasztikus volt, zsűri jön. Húha, nekem kell beszélni. A művészet történetből kell kölcsönözzek egy szót, de remélem, hogy nem értitek félre, meg senki nem érti félre, de van egy olyan, hogy paraszt barokk. Azt úgy hívják, azt a stílust. Tehát én nem tudom, hogy ezt te honnan hozod ezt az egészet, ami benned van. Annyira cizellált, annyira minőségi, annyira össze van rakva, és közben meg fogalmam sincs, hogy tudod-e pontosan, hogy mi az, hogy dinamika, meg mik ezek a dolgok, hogyan kéne csinálni, az ott van a véredbe. Fantasztikus. Köszönöm szépen. Hát a minősítés az elképesztő. De sokkal fontosabbat, hogy te voltál az egyetlen, aki vállalta az Abbát. Fantasztikus a tehetség ilyen értelemben, hogy tényleg megdöbbentem, lehet, hogy tényleg rólad szól. Egy, kettő. Ö,
Oláh Ibolya volt a szívemben valaha meg a sztár történetében, aki így tudott énekelni. És egyszerűen... Nagyon szépen köszönöm. Egyszerűen... Hihetetlen élmény. Tényleg, döbbenetes. Elképesztő. Vannak előadók, akik mindig azt a teret töltik be, ahol éppen vannak. Ha a kicsi szobában, hogyha egy nagy színházban, vagy hogyha véletlen előfordul, akkor egy sportcsarnokban, vagy egy stadionban. Kevesen vannak ilyenek, és én most azt éreztem, hogy valami olyasmi sugárzott abból, ahogy énekeltél, pedig ma először hallottalak úgy, hogy valami kis intonációs zűr volt. Nyilván az izgulás vagy a hang, de amikor te elkezdted ezt a nótát, engem semmi nem érdekelt. Először is akkor még, amikor nem szólt a zenekar, és nem volt minden olyan hangos, akkor nagyon tiszta is voltál. Szóval olyan voltál, tudod, hogy úgy becsuktam a szemem, és azt gondoltam, hogy a Népstadionban ülök a legmagasabb, legmesszebb lévő ülésen, és betöltötted az egészet. Nagyon szépen köszönöm. Hát szinte mindent elmondtak már, mire ide jutott a sor. Nyilván az ember gondolkodik, vagy hát gondolkodunk azon, hogy mi a te titkod, vagy mi a te varázsod, vagy hogy lehet ezt megfogalmazni. Egyrészt egy végtelenül tiszta, őszinte ember vagy, mély vagy, szeretetre méltó vagy, elhiszem azt, amit mondasz, amit mutatsz. Néztem a nagy kivetítőn is minden kis rezülését, az arcodnak, a hangodnak, ahogy beremegett, ahogy... Szóval egy nagyon-nagyon szép ember és egy nagyon szép személyiség vagy, és ehhez kaptál egy olyan tehetséget párhuzamban a személyiségeddel, ami egyszerre nyílik a hangod, a szíved, egységben van, a maga nagyon-nagyon Isten adta természetességével, szóval sokat kaptál, és nagyon jól használod, és köszönöm, és gratulálok. Köszönöm. Nagyon. Ez nagyon érdekes, hogy a félelemből és a bizonytalanságból induló nóta egy teljes odaadással fajult a végére. És szerintem ez egy nagyon nagy kincs. Tehát emiatt nem kell bizonytalannak lenned, mert ezek szerint ez ott van benned. És nekem is ez jut eszembe, kicsit hasonló dolog, mint a Petinek, hogy ilyen tisztán egyszerű volt. Szóval nem kell fasznizni, nem bújtál ilyen mindenféle manír mögé, hanem itt ez a nóta, eléneklem, és akkor így kinyílok vele, és így rendben van. Tök jó volt. Köszönöm szépen. Novák Péter valamiért nevető görcsöt kapott. Igen, azt akartam mondani, hogy ezzel a szép nagy teherrel éljél tovább, amit most a nyakadba akasztottunk. Jövő szombaton remélem találkozunk. De szíves, üdvözlöd a rajongóidat. Szerintem több mint 300 kilométert utaztak, hogy itt a helyszínen is imádjanak. Tehát elképesztő táblákkal készültek. Itt van például előttem egy szív, megmutatjuk a kamerának. Dobogunk, érted, Magdi? Én imádom az ilyeneket. Ott van, sztárok lordja vagy, úgyhogy én azt kívánom neked, Magdi, legyen így, hogy amilyen élményt élünk mi itt át, hogy mindenféleképp legyen ez a tévé előtt is a nézőknek, mert elképesztő hangod van, hogy mindig beszélünk arról, hogy kicsit másképp szólít, más, ugye ez egy élő koncert, tévé az, le tud venni ebből, fantasztikus vagy, úgyhogy gratulálok. Megnyugodtál? Kicsit remegett itt a bőr rajtad, láttam. Mert olyan könnyedén hozott pedig ezeket a számokat. Mindig így remegek. Mindig. Egyébként megy ez neked, ezt érzed, nem? Hát igen, de nem tudom, valahogy biztos a ritmus a zsigereimben. Igen, meg az jó egyébként, persze nem kell teljesen nyugodtnak lenni, tehát nem kell így egy ilyen karosszékből énekelni, semmi gond. Bravo. Köszönöm szépen. Rúta Magdolna. Sziasztok.